Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spillerek mai vendége Faragó András színművész, a Budapesti Operett Színház tagja, akivel természetesen beszélünk majd a színházról is, de most sokkal érdekesebb témák merültek föl, úgyhogy először mesélj arról, hogy mi ez a bábos biliárd, aminek most ti országos bajnokságára vagy meccsére készültök. Igen. Na szóval hát ez egy érdekes dolog, üdvözlöm a tévénézőket. Magyar bábus biliárd. Ez egy számomra teljesen közismert dolog volt, amikor engem ezzel megkerestek, mert ott Békés megyében csak ezt játszotta mindenki. Ezt úgy kell elképzelni, egy olyan asztal, ami egy karambol asztal, három golyóval, ugyanúgy, mint a karambolnál, csak öt kis bábú van, és egy 120-as tábla, 120 lukkal, és minden lökésnek megvan az értéke, tehát borítani kell azokat a bábukat, de a sajátommal nem lehet. Tehát meg kell lökni az én golyómmal a te golyódat, és annak kell borítani a bábukat is. Ennek van egy hogy melyik mennyit ér, 2, 3, 5, 3, 2. Nagyon bonyolult, nem? Nagyon egyszerű, és azért jó ez a játék, mert ugye a snooker meg egyéb dolgokban, hogyha egy profi, egy kevésbé profival nekiáll játszani, az elkezdi, és az addig ülteti a másikat, mert ő amíg nem végez, addig a másik... Itt hát pedig, az egész asztalt leszedik kb. Igen. Itt pedig arról van szó, hogy váltva. Tehát, hogyha én hibázok, ha nem hibázok, ha hibázok, egyet én lökök, egyet a másik. Tehát egy sokkal izgalmasabb, érdekesebb. És ennek szervezem most a színész újságíró. Valamikor voltak ezek, emlékeztek, hogy Szúr, ugye színész újságíró, focik, Pelhó, igen. És ennek most egy ilyen magyar bábus biliárd verzióját. Engem megkerestek ezzel a dologgal még 2 évvel ezelőtt, hogy állaljam el ennek az elnöki posztját, és hát próbálunk ügyködni ez ügyben. Te is hány tagja van ennek a szervezetnek? Hát ez egy több-több helyi csoportok, helyi dolgok vannak, Békés megyétől elkezdve itt, ami a legközelebbi van, ez itt Pilisvörösváron van. És itt nagyon jó játékosok vannak, tehát nagyon izgalmas, ott már többször találkoztunk velük. És hát a Kuruc Laci, aki egyébként a Eurosportnak a speakere, ő ugye snookerbe és egyéb ilyen komoly sportokba, tehát ők lesznek az ellenfél majd. És de az ország több részén van, és hát azt szeretnénk elérni, hogy Budapesten is egy tömb tudjon keletkezni, és nagyon jó úton vagyunk, mert van egy ilyen elnöki asztal, amit nekem gyártottak, és azt valószínű, hogy most úgy néz ki, hogy a Pannoni utcában el fogjuk tudni helyezni, és oda járhat, aki akar, és megtanulhatja ezt a nagyon izgalmas sportot. Hányan fogtok játszani? Tehát hány újságíró és hány színész? Négy. Sikerült összeszedni? Tehát, hogy van ennyi színész kollega, aki mint bábos biliárdot játszik? Igen, nem feltétlenül ez, de aki már valaha bármilyen biliárdot játszott, az ezt is fogja tudni. Tehát az, hogy elrakni a golyókat a lukakba, az is egyfajta dolog, de ez ebbe a karambol a lényeg, tehát, hogy találkozzanak a golyók, és hát ugye, aki általános iskolát elvégezte, annak a biliárdnak mennie kell, mert hogy a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel, és a sportban ez a lényeg, amikor a falra játssza az ember, ahol bemegy, ott ki, persze hát azért vannak egy kis falsot adni neki, kontrával ütni, így lökni, úgy lökni, tehát vannak ilyen trükkök, meg hát hogyha az interneten néz az ember egy-egy ilyen trükkös dolgokat, az már bűvészet, amit ott tudnak művelni. Itt is sokan ügyeskednek. És ismerjük azokat a színész kollégákat, akik majd a csapatot alkotják? Hát igen, Pusztaszeri Kornél például, és aztán az Operett Színházból Szabó P. Szilveszter, és hát Epres Attilát szerettem volna, vele meg is volt ez beszélve, de ő Kőszegen. Egyéb elfoglaltságai vannak egy hónapon keresztül, ő viszont profi biliárd játékos, de a többiek is, és akkor majd így szépen összeállunk. Hol lesz ez a Szúr? Ez a Szúr Pilisvörösváron lesz, és úgy néz ki, hogy jövő szombaton. Vagyis ez azt jelenti, hogy 27-én, igen, tehát június 27-én Pilisvörösváron színész újságíró, bábus biliárdrangadó. Krigli söröző, és ott van egy hely, ahol több asztalon is fog zajlani a vetélkedés.
van még más is, ami nem a színházi tevékenységeddel függ össze, és kuriózumnak is tekinthető, mégpedig az, hogy neked van egy diplomád arról, hogy hippológus vagy. Igen, nagyon szépen. Mi ez a hippológusság? Hát igen, nem mindig, biztos, hogy mindenki tudja. De igen, valószínűleg nem. Ugye mindig voltál ugye az első magyar hangos film, ami a második volt, a Hippolita lakály, és abban elhangzik az, hogy hippodrom. Na most a hippodrom az lóversenypályát jelent, a hippó az lovat jelent, tehát ugye ekusz, de latinul, de görögül a hippó az lovat jelent, és a hippológia az a lóval foglalkozó tudományok és minden, ami a lóhoz kötődik. És hát én egy véletlen, hát igen, az államvizsga előtt a szakdolgozat elkészítésénél az volt a téma, a címe a szakdolgozatoknak, hogy csodák vannak, véletlenek nincsenek. Mert mindig azt mondjuk, hogy hát ugye egy véletlenen múlott, pedig nincsenek véletlenek. Egy tévéműsor kapcsán én egy fogatra fölültem, arról volt szó, hogy ott jöjjek, menjek, lovagoljak, és aztán mondta a helyi tulaj, hogy ne lovagoljak, az olyan szokványos, hanem egy fogatot, és azzal jövök, megyek, ott összeszedem, egy főzőműsorról volt szó. És ezt meglátta a Fejér Karcsi bátyám, professzor a Szent István Egyetemen, és mondja, hogy nem indulnék egy fogadhajtó versenyen. Hát mondom, miért olyan jól ment így elsőre az irányítás? Én falusi, sőt tanyasi gyerek vagyok, én Békés megyében születtem, Gerendáson, egy tanyán laktunk, amikor megszülettem, és akkor a hó volt március 16-án, hogy elakadt a mentő, ami anyukámat vitte volna a kórházba, és lovak húzták ki. Tehát, már ott kezdődött. Igen, itt kezdődik a dolog, ez a lovas dolog, és hát ott természetesen az állatok közelsége az egy nagyon-nagyon természetes dolog volt, és hát hajtottam én, csak hát nem ilyen szinten, és akkor elmentem erre a versenyre, előtte egy kis gyakorlás, Tahitótfaluban lakom, ahol nagyon sok, az egy négyzetkilométerre eső fogadhajtók száma az országban a legtöbb. Tényleg? Igen, ez is egy érdekes dolog, sok mindent nem tudunk ezekről a dolgokról, és ott elmentem Gubacsi Józsi barátomékhoz, ott edzettünk egy kicsit, majd ezen a gödöllői Szent István Egyetemi versenyen elindultam, 50-valahányan, ez egy ilyen főző és fogadhajtó, amatőr fogadhajtó verseny. Hát a Lázár Viliék fogadtaival hajtottunk, és az első segédhajtóm, el kell, hogy mondjam, Szegedi Gábor, világbajnok fogadhajtó, csapatvilágbajnok, akiről még azt is el kell, hogy mondjam, mert nagyon besűrítem a dolgokat, de ő rendkívül híres, mégpedig Guinness rekorder. Tudjátok-e, vagy tudod-e, hogy mi az, hogy puszta ötös? Hát az valami fogat. Az egy olyan fogat, ami csak lovak össze vannak fogva. És akkor rajta áll a hajtó. Igen, tudja, ezt Koch ötösnek hívják, mert egy Koch nevű osztrák festőművész egyszer csak megálmodta azt, hogy azt a címet adta a képnek, hogy a magyar postás. Hogy miért? És ez egy ilyen bőgatyás postás, volt egy táska is, két lovon állt és három ló előtte, és ilyen csikós cuccba. Majd azt mondták, hogy hát ilyen még nem létezett, tehát ezt ő megfestette, Koch, ezt a képet, és azt mondták, hogy ezt ki is kéne próbálni. És először megcsinálták ezt a puszta ötöst, azóta ezt mindenféle lovas bemutatókon látszik, de Szegedi Gábor ezt egy kicsit feltuningolta, szerinted hány lóval csinált? Nem puszta ötös, hanem puszta. Hetes. Tovább. 9. Tovább. 11. Tovább. Csak páratlan lehet. Nem. Nem. 12. 14. Tehát ő megcsinálta puszta 14-et, amivel a világrekorder, miniszrekorder, hát az döbbenet, hogy két ló hátán áll, és 12 előtte, irányít, igen. Amit, hát igen, szóval ez egy izgalmas. Na ő volt az én első segédhajtóm ezen a versenyen, ott én egy külön díjat kaptam, onnan meghívtak különböző amatőr, ilyen fogadhajtó versenyekre, a következőt megnyertem Zánkán, aztán ide-oda, mindenhova hívtak, aztán a Viliék meghívtak a világkupára, ahol 4-szer hajtottam. Hát ott közepes eredmények, de hát aztán mindenhol, most a jövő, vagy most a hétvégén is hajtok, aztán a következő hétvégén is ilyen vágta előfutamok lesznek, ahol szintén hajtani fog. Ja, és hát közben... Na de hogy jött a közben az állatorvos egyetem? Az úgy jött, hogy... Hajtom a fogatot, hát igen, hajtom a fogatot, és ahogy hajtottam a fogatot, a világkupán, ez egy háromnapos sorozat november végén, a sportarénában, ott adták át a diplomát a hippológusoknak, és Karcsi bátyám mondja, hogy nincs kedved beiratkozni, egy egyetemre egy jó lovas embert csinálunk belőled. Hát most mondom, hogy ne persze, hát ugye azt hiszi, az ember az úgy megy, de belevágtam. És 20-valahányan nekiálltunk ebbe az évfolyamba,
többek között a kis tehén énekesétől elkezdve a nem. Tehát sokan mindenki, aki valami kapcsolata van a lóval. És hát ez a Szent István Egyetem állatorvosi karának a hippológus szaka, lovastanári szervező végzettség és hippológus diplomás. Volt? Ez egy 6 szemeszteres dolog volt, egy másoddiplomás képzés, úgyhogy volt ott minden a bányamérnöktől, a földrajztanáron át, a agronómustól, a nem tudom, tehát nagyon vegyes, a legidősebb csoporttársunk 60-valány éves, akinek ez aztán az 5. diplomája volt, még ilyen nem volt neki, de az állami gazdaság igazgatója, Szilvás Váradi szintén ott ült, aki utána most már tanít is ott Ménes gazdaságot. Tehát, hogy nagyon most vegyes. Most már mindent tudsz a lovakról? Hát mindent azért nem, az természetesen nem, de sokkal többet, mint a... Hát ebben volt minden. Tehát de számít például, amikor fölülsz egy fogatra? Hogy hát már tudod, ugye, hogy gondolkodik például egy ló? Hát igen, mert azért etológiát is tanultunk, tehát minden volt ebben az egyetemi képzésben. Az állattenyésztésből megbuktunk egy páran, nem is páran, jó sokan az első körben, aztán mondták, hogy hát ide az van így kiírva kapura, hogy Szent István Egyetem, nem Szent István általános iskola. Hát azért össze kellett kapni magunkat, de hát azért 4-esre államvizsgáztam. Mindenféle téma volt, ami egyébként az állatorvosin van, csak a lóra vonatkoztatva, tehát a sebészettől, a kötözéstanig, a belgyógyászattól, a anatómiáig, a nem tudom micsoda, és akkor olyan, hogy sportpedagógia, sportpszichológia, építészet, lovasturisztika, tehát minden ilyen átfogó dolog, és az összes sport, a lovasíjászattól, Kassai Lajosnál voltunk pár napot, félelmetes volt, de a western lovaglástól, a voltizsáláson át. De egyébként te lovagolni is tudtál, vagy csak persze, hajtani? Persze. Hát ugye színművészeti. Na jó, az egy fél év volt az életünkben, aztán valaki elengedte, de, akkor... De jártunk persze, csak hát aztán a méreteim folytán kevésbé... Tehát egy testesebb ló azért igen, estem is, meg minden, de hát most már ugye hogy ledobtam ezt a 30-valány kilót, így most már lehet, hogy megint nyerekbe szállok, de a fogadhajtás az izgalmas. És hát a fogadhajtást is, a Lázár lovasparkban a fogadhajtás részét is tanultuk a dolgoknak. És van olyan terved is, hogy ezzel komolyabban foglalkozom, már azon kívül, hogy persze hajtasz, de hogy igen, esetleg igen. Valami hát elindult, ilyen típusú elindult, vállalkozásba fogsz? Ez nagyon jó. A vállalkozáshoz iszonyú sok pénz kell, meg végzettség. Tehát ez a diploma, ez jogosítványt ad lovas intézmények működtetésére. Itt hívom fel a figyelmét annak, akinek sok pénze van, viszont nincs papírja. Én és nagyon támogatni és támogatni szeretném. És tehát gyakorlatilag ilyen formában bármikor rendelkezésre állok, vagy van önnek is ötletek, tervek. Hát összetársulhattok páran. Igen. Hogy... Nem beszélve arról, hogy elindult az általános iskolákban is a lovas oktatás, ugyanúgy, mint az úszás és egyéb, most a kézilabdát is be akarják venni a tantervbe, de a lovaglást is, és az összes ilyen, hát a ló ismerete és a ló, visszahozni a lovat abba a státuszába, ami nekünk azért egy fontos dolog volt, ez a törekvés, és ebbe próbálunk ügyködni, ahogy lehet. Van még olyan titkos tevékenység, amiről nem tudok, mert ugye... Igen, ez a színvészetek, ez egy jó pofa dolog. Hát most így hirtelen nem lehet, hogy majd elkalandozunk. Ezt akartam mutatni, ezt a legyezőt, jó idő van itt a stúdióban. Kint voltunk Kínában az egyik barátomnál, amikor éppen készültem az államvizsgára. És ugye Kínában mindenki legyezőt használ, és teljesen praktikus dolog, merem ajánlani nyári időszakban mindenkinek is. 1000 darab legyező így be volt téve ilyen dobozba, hát mondom, vegyünk már egyet, ahogy megérkeztünk, és kihúztam. És akkor megmutatom, ez van rajta, ami lovakat ábrázol, és aztán megkérdeztük, hogy mi van ide írva, és az van ide írva, hogy a szerencse lovon érkezik. Na most utána kiszedegettem a dobozból, egy se volt több lovas, tehát csak ez az egy, ugye csodák vannak, véletlenek nincsenek. De ez ott a szakdolgozatot címének apropóját? Nem ez, de az, hogy hát egy csomó olyan lóval kap, hát mitől van az, hogy ugye egy tévéműsor kapcsán oda kerülök, mitől van az, hogy utána ezt meglátja valaki, aki azt mondja, hogy menjek el egy versenyre, mitől van az, hogy utána ide hívnak oda, mitől van az, hogy megismerkedik az ember, mitől van az, hogy elvállalom, mitől van az, hogy megtudom. Tehát, hogy az embernek az élete ugye egyszer csak elindult valamilyen irányba, de hát azért vannak elágazások, amik sokkal
színesebbé teszik az ember életét, és fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg ebbe a lovas világba. Úgyhogy most engem gyáli lovas barátaim vannak, akik ugye fölkértek, hogy a gyáli lovas egyesületnek legyek a tagja, úgyhogy ez is egy megtisztelő dolog. És akkor még egy kis huncutságot elárulok. Sejk Jóskáékról van szó, ő a gyáli lovasok, fogadhajtók, és a fia most forgatják a Ben Hur című filmet. Azt tudtad, hogy újra forgatják a Ben Hurt, épp valamelyik nap volt a tévében. Hát a világ több részén, igen, de Olaszországban vették föl. A magyarok nyerték meg azt a projektet, a magyar fogadhajtók, hogy ők csinálják a versenyt, a fogatversenyt, ami ott az arénában játszódik, és az egyiptomi hajtó, az a Sejk Jóska, ifjabb Sejk Jóska barátunk, aki ő a kaszkadőre, de hát az egy komoly dolog ott. A Morgan Freeman is ilyen szereplők. De jó, hát csinálják. Akkor még kíváncsian nézzük, hát ha fölismerjük a filmnézések közben, hogy igen. Te, és ez neked fontos, hogy amellett, hogy a színházban vagy, ami egy ugye viszonylag szűk szakmai kört jelent, hogy meglegyenek ezek a külső kapcsolatok, a külső kapcsolódási pontok? Én nagyon jól esett, amikor ebbe a körbe belekerültem. Tehát nagyon színes, nagyon egy csomó jó ember. Hát aki az állatokat szereti, ugye az eleve jó ember. A ló az egy fantasztikus társa az embernek az ősidőktől kezdve, és hogyha valaki ezzel foglalkozik, akármilyen ágával, így ahogy belekerültem ebbe a dologba, így kiderült, hogy mennyiféle minden van, ami a lóval kapcsolatos. Mert amikor nekünk volt lovunk, hajtottuk, mentünk, beültünk, gyönyörű volt, mert télen lovas szánkóval jártunk, akkor még 3 hónapig tél volt, ugye, meg 3 hónapig tavasz volt, még átmeneti kabát, meg ilyen dolgok. De akkor az ember azt a részét tudta, meg ugye lovagoltunk, meg ez az, de hogy mennyi minden van, ami ezzel kapcsolatos. Most ugye nagy divat már ez a szabadidomítás, a suttogó és egyéb dolgok, ami félelmetes megint csak, hogy az ember összeszorul a gyomra, amikor egy ilyen dologgal találkozik. Nem beszélve a terápiáról, lovas terápiáról, ami ott, amikor ott voltunk Fóton, ahol ennek a központja van, és ebbe próbáltunk belelátni, hát az félelmetes, hogy a gyerekek, akik se látni, se beszélni, se hallani nem tudtak, süketnémák és kommunikációra képtelenek voltak, egy hetes lovas terápia után elindult valami bennük, nem beszélve az autistákról, egyéb sérültekről, testi és szellemi fogyatékosokról, akik egyszerűen majdhogy nem teljes emberek tudnak lenni a lovas terápia által. Saját lovad van? Jó lenne. De az is megint valaki, ha megszponzorálna. Hát ha megszponzorálna, nem volna egyszerű dolog, mert ugye én nem a lovaglást, inkább a fogadhajtást, ami ez egy ló kevés, kettő az az alsó hang, de hogyha ez profi szinten csinálja az ember, akkor ott kellene egy gyakorlókocsi, kellene egy terepkocsi, kellene egy maratonkocsi, kellene egy hintó, szerszámok, szállítás, hogyha ezt egy komoly csinálja, tehát ugye szokták mondani, hogy a ló nem szereti a szegénységet. Tehát ez nem egyszerű dolog, de hát azért próbálok a közelükben maradni, ahogy tudok. A színházban, az Operett Színházban most már nagyon sok ideje tag vagy. Az, hogy hasonlóan fontos egy ilyen fajta csapathoz tartozni, mint például fontos, hogy ezek közé a lovasok közé tartozol, tehát hogy számodra fontos ez a fajta együttlétezés, a társulati létezés, az, hogy az Operett Színházban még van társulat, az gondolom fontos. Én rendkívül jó dolognak tartom, és nagyon fontos dolognak, mert vannak ugye ezek a Star Zone, összeállunk, csinálunk valamit, ugye ezek kényszer megoldások, de a színház mindig is társulati formában működött. Ha azt mondom, hogy a vándorszínészek is, az egy társulat volt, és együtt éltek, ismerték egymást, tudták egymás rezdülését, mozgását, mindent, ami ezzel kapcsolatos, és egy együtt munkálkodásnak, művészeti szempontból szerintem nagyon fontos dolog az, hogy az ember együtt legyen, tudja, ismerje. Egy dolog hiányzik nekem igazán, én nagyon sok évet voltam vidéken, és a klub. Te is tudod, mi is voltunk ugye Zalaegerszegen együtt, és játszottunk is több darabban együtt, és a klub, hát annak olyan fontos szerepe van a színházi klubnak, nem csak a tivornyázás, mert ugye az is hozzátartozik, de
ott is együtt volt az ember. Próba előtt már ott összejött az ember a büfében, nem tudom én, Juditkánál, és utána előadás után mindig lementél a klubba, megbeszélted, vagy a próba végén a klubba, hogy micsoda, és ott azért még csiszolódtak, alakultak a dolgok. De ez is így együtt. Most itt sajnos az van, hogy az ember végzett, megy el, nem nagyon ül le, nem nagyon beszélget, nem kicsit... nehezebb így. Attól is van, hogy ugye a fővárosban más a mozgás, tehát hogy ugye a vidéken a színházad van, itt pedig mindenki szalad, jön-megy, ahova tud, te is rengeteget szinkronizálsz, tehát nyilván próba után rohansz tovább. Igen, én nem is azt mondom, hogy így alakult a helyzet, de attól, hogy egy társulat van, és az operetben társulat van, ez rendkívül fontos a színház és a produkciók szempontjából. Az nem hiányzik, hogy prózát játsszál? Ugye azért vidéken, te zenés szakon végeztél, de vidéken rengeteg prózai előadásban is játszottál. Nagyon hiányzik. Játszottam én azért vendégként itt-ott ezt egy-egy prózai darabban is, sőt ugye tervek között van az, hogy csinálni ezt, azt, amazt egy-egy kollégával, de én hát mondjuk most az Operett Színházban igaz, hogy zenés változat ez a kaukázusi krétakör, amit több éven keresztül játszottunk, de hát abban volt szerencsém Arzdakot eljátszani, ami az egyik főszerep, és hát az ott teljesen prózai szerep, sőt, hát ugye nem is akármilyen prózai szerep, mert a kaukázusi krétakör egy jó kis kemény Brecht előadás. Földes Tamás azt mondta nekem egyszer egy interjúban, hogy ő igazából nem is tud énekelni, csak jó hangja van. Te hogy állsz ezzel? Én attól kerültem az operett szakra, hogy előtte nem vettek fel a prózai szakra. Ez a hallón is, Tamás is. Az a helyzet, hogy én ugye Békés Csabán voltam a főiskola előtt 5 évet stúdiós, nagyon sok kollégámmal, akik onnan egy csomó mindenkit fölvettek, Rencz Antal volt a főrendező, akkor Kecser András az igazgató, és abban az időszakban, még 5 évig voltam, volt olyan év, hogy 5-öt vettek föl egyszerre. És aztán megint következő évben is. Hát én nem jelentkeztem sokáig, nagyon jó dolgom volt, én ott játszottam 17 éves koromtól. Aztán mondtam, nem áll, hogy itt mindenkit fölvesznek, akkor csak jelentkezem én is. És a másodikon kirúgtak, ami nekem egy nagy csalódás volt, mondtam, a mindenit, tehát hogy képzelik ezek. És indult a következő évben a zenés szak, mondom, akkor most ezt megpróbáljuk, és ott annyira, nem tudom, olyan nyugodtan, és olyan biztosan, és olyan, tehát hogy jó, a hangom az volt azért, amennyi kellett ehhez a dologhoz, ugye vidéken meg pláne csináltunk mindent, énekeltünk, mi voltunk a tömeg, mi voltunk az ünneplő tömeg, mi voltunk a tánckar, de kisebb szerepeket, meg nagyobb bacskákat is játszottunk, és hát nagy örömömre fölvettek, és innen indult aztán, én akkor az Operett Színházhoz kerültem főiskola alatt, de utána megint vidék, jött Eger, aztán Zalaegerszeg, ahol hát csak azt mondom, hogy amikor felszerződtem vissza az operethez, akkor abban az évben 4 szerepet játszottam, 4 bemutatón volt, az egyik volt a Bóni, ami ugye egy fantasztikus zenés szerep, volt a Tinédzserek álma a Grease című musicalből, tehát egy operett, egy musical, a 12 dühös embert, és a Liliomból a Hugót, tehát hogy elég szép a paletta, és hát az azért most már így benne van a korba az ember, és azért lennének szerepek, amit úgy nagyon szívesen eljátszanék. Elsősorban ilyen táncos, komikus, milyen szerepeket osztanak rád? Igen, hát ez egy érdekes dolog. Igen, vannak ezek a kategóriák, és az operett világában különösen vannak a kategóriák. Hát fiatalabb koromban a táncos komikus szerepek voltak, de hát aztán szépen bele öregettem a buffóba, ami ez a vidám komikus figura. Hát itt is táncol azért, de hát nem az a szubrett táncos komikus pár, hanem az idősebb táncos komikus, a buffó, a jó pofa. De hát szoktuk mondani, hogy karakterszínész, de hősleg is működöm. Tehát azért, amikor én ugye vidéken musical főszerepet, az Orbát volt szerencsém eljátszani, ami azt imádtam azt a szerepet. Meg ugye a Szancsót 2-szer már játszottam különböző színházakban. És vannak ilyen visszatérő szerepek, ugye Bónival kezdtem az Operett Színházban, vagy még Zalaegerszegen, aztán az Operettben is a világot bejártuk vele, és most már Miskát játszom, ami
De hát vannak ilyen, a Momát Ribolyát is kétszer játszottam, de a Szabin nőket is kétszer játszott. Tehát vannak ilyen visszatérő dolgok. Hát megmondom őszintén, azért azok a szerepek is izgatnának, amik nagy drámai szerepek. Tehát, hogy az ember tudja azt is. Tehát, hogy jó, pont azért, amiért itt volt ez a kaukázusi krétakör, amiben ott azért az ember meg tudta fogni a dolgokat, és tudta irányítani, és az egy nagyon-nagyon izgalmas, és egy jó dolog. Nagyon szép előadás egyébként. És amiket most játszol, azok közül mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ami a kedvenced? Hát eddig több éven keresztül játszottuk a Csókos asszonyt, ami szintén ott ugye először a Liboly Edét játszottam a főiskola végeztével, és aztán most a Kudelkát, azt is játszottam, a Kubanekentest. Hát azt imádtam játszani, de gyakorlatilag hála Istennek olyan szerepeket kapok, amiket szeretek. Tegnap volt én és a kisöcsém, ahol azt is már másodjára játszom, mert egyszer a Doktorsast, és most a Zolestyákot játszom, aminek az érdekessége, hogy hát itt női ruhában láthat a közönség, de amikor ez a Zalaegerszegen a Doktorsast játszottam, akkor is női ruhában volt, itt most más a felfogás, meg a rendezés, de hát ezek megint nagyon hálás dolgok, amikor körömcipőbe egy ekkora bajusszal, szőke parókában megjelenik az ember. Igen. Hát ezek ilyen, a helyzet komikum is már adja magát. Mi vár rád a nyáron? Pihenés, munka? Hát munka az is, természetesen muszáj egy kicsit pihenni is. Most évfordulója van a Csárdás királynőnek, a 100. évforduló, és eznek kapcsán ezt most több helyen fogjuk játszani az országban, szabadtéri előadások keretében, Siófoktól elkezdve Baján, igen, ott is van két előadás, de Tokajtól elkezdve Hódmezővásárhelyen. És akkor játszunk még Baján egy másik produkciót, egy musicalt, a Szent Iván éjálmot, meg egy-egy fellépés, természetesen ugye a lovazás sem marad el. Ennek szezonja van, igen. Igen, meg ennek kapcsán is ugye csomó olyan rendezvény van, most a Nemzeti Vágták elővágtái zajlanak, és több helyen is meg fogok jelenni ilyen dologban. Nem zsűrizni, na olyan is lesz, mert főzőversenyeket, na például ez is egy jó pofa dolog. Hanem hajtani, és meg fellépések is vannak, aztán vannak főzőversenyek, ahol meg zsűrizni, tehát olyan is lesz. Na, olyan helyekre is szoktam, na még a főzés az, amit... Na jó, de erre már nincs időnk, hogy arról beszélgessünk, mert lejárt a műsoridőnk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Tartalmas nyarat kívánunk neked. A nézőknek köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.